Dive-olni szeretnének, bizony, bizony. Igen, viszont itt a torony nagyon lavos, lehet, hogy dive-olni se kell, hogyha arra van szó, bár itt van malackó. Hát mellé ment, ott van a lantern, érkezik egy teleport segítségre, itt az a fiatal, jól látom, és meghalt, szeníti az első halott, még jön malackó, még egy teleport segítségre háttérben, viszont ez nem érkezik meg. Végül Noxi próbálja feldobni az ellenfelet, de nem sikerül, így pedig kettős gyilkosság tíren. Automatik próbálja befejezni az ellenfél Orionnáját, de ez sem sikerülhet. Triple kill! Az egész onnan indult, hogy beugrottak arra a Jinxre, nem volt Jinx, és hát ha nincs Jinx, én is azt gondoltam, és szerintem majdnem mindenki, hogy köszönjük szépen itt az Illés Akadémia, mindent leabrít, aztán végül a baron lesz az, aki elhoz 3 gyilkosságot. Az a szitu, hogy ennél viszont már nem lesz erősebb. Tehát minden, ami idő, ami eltelik, az most segít az Illésnek, hiszen az ő kérdőknek még kellenek itemek, az ellenfélnek nem. És pontosan ezért pusolja ennyire ezt a honvéd, nem rossz a húk egyébként. Counter húkoltak egymás Fekuval, a háttérben meghalt egyébként, hogy jól látom, Karci, viszont ő újra fog élni. Kubu bement és Tirt is elszonyáztatja, itt pedig nincsen kerjek is segítésen a harcban. Kubu még mindig él, 3 embert zónáz ki, az érkező Gáli út segítségének. Rexnek kell menekülnie, mert körülbelül meghaló is, és Fiedek is vége. És hölgyeim és uraim, megvan az első győztes a mai napon, méghozzá a honvéd. Na, csak mégis sem megpróbálják, de úgy látszik, hogy hopp, előre egy flash, egy kisebb szívszerűbe jön, na ne, szórakozz velem! Kárderben állt a torony alá, és még egy nagyon szívta útta, mit játszott a level a Discord, Tomek! Megkezdve jön egy teleport, Blackie-től, Black érkezik, megpróbálják Renekton-t eltüntetni, a háttérben Paulus zónáz mindenkit, nagyon rossz helyen van viszont Jinx, azt nem fogja túlélni sehogy sem, Paulus, illetve pedig Tadeusz, aki kifele jön, nincsen most lövőte. Ugyebár itt Blackie-nek, és Tadeusz végül elhullik, de futni kell Paulusnak is, meg Blackie-nek is, mindeközben hátulról próbál Deck is perezni, de nagyon kevés életreje van itt Paulusnak, éppensége még megúsztak. Óvatosan kell ezt a baront megjátszani, Blackie az, aki próbálna úgymond feltartani egy egész csapatot. Kérdés, hogy képes lehet rá, na nézzük! Nagyon szép Tomeknek az ultia, itt pedig hiába jöttél szeretni ultiribot, nem igazán lehet megmenteni, sokáig bírja ahhoz képest, viszont jól érkezik vissza a Gálió. Bent van Tadeusz a bulli kellős közepén, neki vége. Micsoda nokká Blackie-től, Jastrop pedig tauntolva, ez pedig a végét jelenti a meccsnek szerintem maga. Itt Frost is elhullik, és aztán az Orianna ulti, megy be ott az áncsereg, egészen szép Kobi el tudja hozzá a sejtet. Martin megérkezik oldalról, és lövi Alistát, aki pedig egészen szépen semleges tibényt egy ideig, de most már nyugodtan lőhet Tiber. Tipo pedig abszolút ki volt Tiber, Máté teljes kombójának, Febern jön oldalról, és Máté teljesen Tiber, konkrétan, tehát asztalról, ugye svéd asztalról csemegésztett itt a gyilkosságok körül, még talán mehet tovább, Febern meg akar jönni, falhoz kembe, Febernek annyi, ez tuti. Edru pedig, ha nem tudta befejezni Máté, nincs fent a Edru, vágta le végül azt a vényt, és ez a rengeteg olyan szerez, ugyan a levegőben repül Edru, és Skinzor befejezi, de nem tudott Máté pentát szerezni, Kubu után nem lesz második. Na, ez valószínűleg elhagy. Ha robban azt a mindenit, egyszer jött ki a vonzás hullám, meg a robbanékony hordó, ezért így komboztam össze. Így éppenséggel kiszedték a Xayah ultit, ami a legfontosabb web CD. Ne felejtsük el, hogy van még ámsereg, amit Frenzy nyugodtan használt, Máté kivégezi hipót! Kibizony! Teben ugye a falhoz kerül Máté, de sebzés egyelőre nem elég jó a kifáradás, Máté meghalt. Megjött az ámsereg, a háttérben a lövészt akarják eltüntetni, miközben Máté már ugye a halakkal vacsorázik, és ezt Frenzy sem éri túl. Skinzornak már nincs ultja, mert az előbb elhasználtam, viszont nagyon tankos szájon. Skinzornak van sebzése, de bőven nem elég teleport, nem adja a sárkányt, viszont mégiscsak a harcok viszont megkezdik ennek ellenére. Ez igen, majd be, Walter túléri ezt egyelőre. Jöttök Xayah ulti, ne felejtsük el, még bent vannak a létfontosság ultik a másik oldalról. Feben megy utána egyébként Hecarim, a háttérben Hippo egyedül, szóló ulti Hipponixra, így ő is éppenséggel meghal. Viszont Máté lőheti Feben Kriven, aztán pedig Edruval találkozik, akinek egészen sok sebzése van. Hex azért nem tudja olyan könnyen védeni itt a lövészét, és mégiscsak Hexre megy rá, így viszont Máté kivégzi Edrut, és 600 arannyal gazdagodik. Viszont Desperate, nagyon szép kupon egyszerre, viszont a válasz sokkal jobb Biótól, de ezt megint el kell flash-elni, hogy életben maradjon. A háttérben ott volt Sora és Rabbanó, nem vállalták be, most próbálkoznak, viszont Mace-et találták el, aki pedig elég jól bírja a sebzést. A Nokát megint férfi, az Everfrost képensége meg tudja menteni, viszont Desperate-et nem! Kiszniped a pálya másik felére, miközben mennek tovább és meg is eszi Rabbanót Mace-t, ebben lehet, hogy belehal meg is az az ulti elég, hogy el, hogy legyen, és elég is volt. Figyeljünk, hogy Sora milyen ultit veszeljön, viszont Corpus... Elkapta a jót, viszont Vazier megy mögöttek, hiszen nem talál az ultival, és Corpus óriásit ment a háttérben, már lottokat kizavarták onnan, és Despray pedig meghalt. Mate pedig tud segíteni. Back vissza Corpusot tudja segíteni a társainak, viszont Soráik is be vannak ragadva. Vazier nagyon sok nyertőt kap vissza, a Mate végül felfalta, és így Rabbanó sem bírhatja se vendég. Az utolsó legény Sora a gáton, aki ugye Mate-et elhozza, jön a Corpus ulti, gátok érben tartó Paresztik a háttérben, viszont nem sikerül megmenteni Malfányot.
itt kell lenni, hogy harcoljon. Talán elér egyébként időben, mert kifordul partner fake, de nincsen Jinx! Szóra túléli, még éppenséget bírja mélyt, nem tudja kosz, semmit meg sem tudja karcolni, viszont Szóra eddig bírta, meghalt. Ezúttal szépen tud tankolni a háttérben Malphite, és végül a Plague meg tudja csinálni. Egy nagyon érdekes harccal, ahol fake lehet, hogy hát nem ott hal meg, de végül meghalt, azért befejezte, ott van az ősi, nem mondod! Nem tudja megcsinálni, nem! Patrakki rabbanon! Érkezik idővégesen, 4000, az meg lehet itt a Plague-nek, a Jinx úgy megvan! Jinx! Norma felopta! És kifordulna, ezzel viszont le lehetett szedni egyébként a háttérben rabbanon, akinek megint van ultia, Jinx pedig szabadon van, és most jött meg csak be a Malphite ulti. Még mindig lőhet! Lordok, ott a lehetőség, itt nem tudják eltüntetni, viszont előre egy Vazier, lő, Lordok szabadon lövöld ez a rakétákkal, nézd meg, jó reakció Diótól, viszont teljes szendvicsben van a Plague csapat, a mét is meg fog halni, és Paraszék sem bírják ezt sem eddig, Bio egyedül semmit nem tehet, és egy 55 perces mérkőzés alatt a BSE meg tudja verni a tavalyi bajnokot, és revansot lesz a döntőért.